Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Ja, jön egy játék, ami sok negatív fogadtatás ellenére harcolt azért, hogy életben maradhasson, és végre elért egy olyan korszakába, ahol azt mondani, hogy felfelé ível a dolog sorsa. Plusz az, hogy ingyenessé tették november 2 és 18 között, nagyban segített a játéknak abban, hogy visszanyerjen némi népszerűséget. És ugye Destiny 2, beszélgessünk róla, de beszélgessünk egy kicsit egy lore, a lore történetről. Igazából az nagyon izgat ebben a játékban, ha már úgyis tutoriál videókat nem csinálunk a dologról, mert hogy már sok-sok lenne. Úgyhogy inkább beszélgessek egy kis lore történetről, mert azt mindig egyszerűbb elmondani, mint egy egész tutoriálokat csinálni a játékról. Szóval létezik egy youtuber, az a neve, hogy Miles, és ő Destiny lore történettel foglalkozik, de nagyon-nagyon-nagyon részletesen, szóval Miles Games, azt hiszem, igen, Miles Games, az a neve a srácnak, és Destiny 2, illetve általános a Destiny lore történettel foglalkozik, mindent elolvas, mindennek utána néz, és nagyon-nagyon komoly srác, és szerettem az ő videóit megnézni, mert nagyon jó információk derülnek ki a Destiny-ről, úgyhogy a mostani videóban fogunk beszélni ugye arról, hogy tudnak-e gonoszak lenni a szellemek, és az ő videóját fogom használni háttérinformációra az én, hogy is mondjam, gondolatmenetemhez című történet. Szóval, gyerekek, tudnak-e a szellemek gonoszak lenni, hogy a ghostok tudnak-e gonoszak lenni? És ezt azért mondom, ugye, mert a nemrégiben csináltam a Forsakennek a lore történetét, és ott nagyban kiderült, hogy Marasov, vagyis az Avokannak a királynője úgy lett Avoken, hogy ő ember volt, és ugye egy küldetése indult, aminek az volt a célja, hogy az emberiség leszakadjon és elszakadjon az utazó által nyújtott technikai fejlődéstől, illetve védelemtől és biztonságtól, mert túl nagy függést okozott volna, és hogyha valami oknál fogva megszűnik ez a függés, az emberiség függése az utazótól, vagy oknál fogva megszűnik, akkor hatalmas bajba kerülhet. Szóval... és így Marasov és néhány másik ember elindultak, és ennek folyamatában, ahogy elindultak, ők bele is ütköztek a sötétségbe, azokba a bizonyos piramisokba, amit a Destiny 2 végén láttunk, a single player kampány végén, és na mindegy, annak folyamataként, ahogy a harc kibontakozott a sötétség és az utazók között, annak folyamataként belőlük Avoken lett, de nem is ez a lényeg, szóval Marasovnak voltak ilyen leírásai a lore történetben, hogy ő, ha ő rajta múlt volna, már elpusztította volna az utazót. Mivel, hogy a függés és a veszély, amit hordoz magával az utazó, az túl nagy kockázat. És a veszély alatt azt értette, hogy sokan pályáznak az utazóra, és sokan akarják azt, amit az utazónak van. De ebből adódóan akár maga az utazó lehet, maga gonosz is lehet, egy olyan céllal utazik, hogy megadja a technikai fejlődést azoknak a civilizációknak, majd elvegye azt tőlük, és konkrétan így megalkossa a saját birodalmát, és az, aki üldözi, akit mi sötétségnek hívnak, lehet, hogy csak egyszerűen azért üldözi, hogy végre véget vessen ennek a káosznak, amit az utazó körül alakul ki, mert hogy valljuk be őszintén, az egész naprendszerünkben egy harc folyik azért, hogy az utazónak a fényét megszerezzük. Nem csak mi, illetve az minden ellenfelünk, és nekünk, mint őrzőknek, amire odajöttünk, és a Forsakenben is nem is egyszer kérdezte meg a szellemünk, ugye, hogy ugye nem gyilkosok vagyunk, hanem csak igazságos szolgáltatunk Kate Six halála miatt. És ugye a végén nem tudjuk, hogy ki húzta meg a ravasz, Petra Venge vagy mi. És nem tudjuk, hogy valóban gyilkosok vagyunk-e, vagy nem. Mert Uldren Sov, a Forsakennek a végén, ő nem tudta, hogy mit cselekszik. Azt hitte, hogy csak a nővérét szabadítja ki, a halottnak itt nővérét szabadítja ki, de közben ugye már meg volt fertőzve a sötétséggel, a téken elragadta őt. Szóval és nem tudta, hogy mi volt, és nem tudni, hogy igazságos volt-e az, hogy kivégezni, vagy nem kivégezni Uldren Sovot. Szóval az egész história az utazó körül az egy olyan dolog, hogy lehet, hogy nem ő a legjobb fiú ebbe az egész történetbe, és ő csak a maga, hogy is mondjam, javát szolgálja, és senki másé. Na de akkor térjünk le a szellemes részre, ugye? És a lore történet szerint, szóval ez Destiny lore történet, amit most mondok, amikor az utazó megalkotja a szellemeket, a szellemek úgy vannak megalkotva, hogy ösztönösen vonzódjanak a
hogy is mondjam, általuk legmegfelelőbbnek tartott harcos felé. Szóval olyan, mintha keresnék a másik felüket, akivel kiegészülni tudnak, és az alapján választják meg maguknak a harcosokat. Viszont van saját öntudatuk is ebből a szempontból, ha akarják, dönthetnek úgy, hogy nem azt a harcost választják, akit elsőnek érzik, vagy akit a legjobbnak éreznek, dönthetnek úgy, hogy nem azt a harcost választják. Például van egy ilyen leírás állítólag a lore történetben, hogy egy szellem rátalált egy harcosra, és úgy érezte, hogy ő neki való ez a harcos, és ő ez a tökéletes fele, de hogyha tudta volna akkor, hogy mennyi szenvedést élt át ez a harcos, és hogy mennyire üres volt belülről, akkor sose élesztette volna fel. Szóval a szellemek rendelkeznek egy aféle tudatos és önakarattal tulajdonképpen, és mikor volt az összeomlás, és az első harcok megindultak, és egy összeomlás utáni időszakban egyes gárdiának, egyes őrzők, azok, hogy is mondjam, gonoszak lettek, kifosztották a kisebb falvakat, tömegeket öltek meg, és ez benne van a Destiny lore-ban is, erről lehet olvasni, a sok olvasni való között, ami a játékban van. És egyes őrzőket tényleg elszaladt a ló, és hataloméhesek lettek, és legyilkolták az ártatlanokat, és a többi, és a többi. És a szellemek pedig, hát ugye nem akadályozták meg mindezt, illetve megpróbálták megakadályozni, de úgy, és mindig csak úgy próbálták megakadályozni, és ez is benne van így a lore történetben, hogy próbáltak a jó oldalukra hatni az őrzőknek. Próbálták őket visszatéríteni az útra, a jó útra. De itt kérdezem én itt, jó út az, amit az utazótól kapunk? Az lenne a helyes út című történet, ugye bár? És ugye a szellemek ebből a szempontból vajon meg tudják-e ítélni az utazó? Tudják-e, hogy az utazó jót vagy rossz célt szolgál, vagy milyen célt szolgál? Tudnak-e titkokat az utazótól? Bár persze játszol a Destiny vagy Destiny 2-n keresztül, a szellemek úgy tűnnek, hogy konkrétan semmit nem tudnak az utazóról, és ők is kb. Annyira tudatlanok vele kapcsolatban, mint maguk az őrzők. Úgy, mintha úgy lentek volna megalkotva, hogy ne tudjanak semmit róla, és mi együtt ugye fedezünk fel dolgokat az utazókra, miközben játszunk a játékkal. Na de, volt egy olyan eset is, így a lore történetben, amikor egy őrző annyira elvesztette a fejét, vagyis hát annyira negatív oldalra, vagy gonosz oldalra fordult, hogy lemészárolt egy teljes falut, mielőtt egy csatára készült volna, és amikor meghalt végül a csatában, akkor a szelleme az úgy döntött, hogy ő többet már nem éleszti újra, mert így ez így nem helyes és nem jó. Szóval úgy néz ki, hogy a szellemek maguktól, természetüktől, alkotójuktól, alkotástól függően ők jó indulatúak és jó akaratúak, de mindenképpen a saját és a másik felüket keresik. De azon belül is mindenképp úgy néz ki, hogy a jó oldalunkra próbálnak hatni, és ha letérünk az útról, akkor megpróbálnak minket visszavezetni arra az útra. Na most egy kis ugye érdekes kérdések az, hogy mi a jó út, és mi van akkor, hogyha rájössz, hogy nem az utazó a jó út, akkor a szellemed még mindig az utazót fogja szolgálni. Kit szolgál a szellem, az őrzőt vagy téged? Vagy a társa, vagy szimbiózisban vagy tudatalatt manipulál minket, hogy azt tegyük, amit az utazó szeretne. Szóval én elhiszem, hogy a szellem jó, mert tényleg jó dolgokat csináltatnak velünk. Ha mondjuk jó kérdés, jó dolgokat csinálunk mi ebben a naprendszerben, hiszen végigmegyünk és fajokat gyilkolunk végig, ismételten és ismételten, és lopunk tőlük és kihasználjuk. Szóval, és persze megvédjük magunkat, és megvédjük az emberiséget, vagy inkább milyen emberiséget? Hát megvédjük az utazót, és azért az emberiséget, mert éppenséggel az utazó ott van a földön. Szóval, gyilkosok vagyunk, vagy őrzők vagyunk? Ez itt a kérdés. Válaszoljátok meg, kérem szépen. Köszönöm a figyelmet a következő Destiny 2 videóig. Sziasztok!